többféle, többféle ö, ö, kinézetű kalibakutya van, de, de mindegyik a funkcióhoz igazából a funkcióhoz igazodik, vagy a funkcióhoz alkalmazkodik. De nekünk f szocializálódott ö, kutyásoknak, vagy vagy hívjuk városi ö, kutyásnak, bár mondjuk az egy kicsit nyilván egy degradáló kifejezés, de hát valahonnan jövünk, és valamerre tartunk, ö, Nekünk nagyon nehéz elvonatkoztatni ettől. Tehát, hogy a Gyuri is említette, ugye maga a fajta, nem, a fajta tenyésztés, vagy a fajtásítás, az nem több, mint egy 150-160 éves történet a kutyázásban. De előtte gyakorlatilag több ezer éve már együtt élünk a kutyával. Tehát, tehát a, a kutyaság szempontjából, vagy kinológiai, vagy etológiai szempontból, nem ez a 150 év igazából, ami meghatározó, mi ebbe élünk, tehát nekünk ez a jelenünk. De előtte volt több ezer év, ami igazából meghatározó volt a kutya és az ember közötti kapcsolatban. És mivel, hogy a fajtásítás ugye külemre helyezi a hangsúlyt leginkább, ugye ez a kinológiának, a mai kinológiának az egyik nagy balépése, vagy, vagy, vagy tévedése, nem, 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 nem tudjuk értelmezni sok esetben, hogy mi az, hogy mondjuk funkcionális anatómia vagy, 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 vagy heterogén állomány. Tehát ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát kimennek olyan emberek, akik, akik valamilyen fajtát tenyészenek, és annyira beleszocializálódtak ebbe a dologba, hogy óhatatlanul ebbe mondjuk mi is belestünk ebbe a hibába, különböző kinézetű kutyákba belelátnak valamilyen fajtát. Tehát kategorizálni akarják, skatujába akarják belegyűrni az egészet. De ez a fajtásítás előtti állapotoknál ez nem működik ez a dolog. Tehát most lehetne mondani egy, 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 egy zsinórmértéket, vagy lehetne mondani egy, egy átas jellemzőt ezekre a kutyákra, de attól, mert mondjuk az egyik nem annyira fér bele ebbe a kategóriába, attól az még jó működő kutya. Tehát nagyon, nagyon, nehéz, nagyon nehéz elvonatkoztatni ezeket a dolgoktól, mert folyamatosan oltatnunk beleessünk ebbe a skatujázásba. Vannak a, tehát vannak különböző szőrtípusok például. Ugye van a bajszos, ami, ami, ami nem annyira hosszú szőrű, mint mondjuk a mioritik, hanem ugye a, a popfáján hosszabb a szőr, egy ilyen kicsit drótos vagy szálkás szőre van. Van ez a kopár, ami egy ilyen, egy ilyen rövidebb szőr, és akkor van ez a lombos, ami egy ilyen hosszabb szőrű változat. De igazából ugye a, a, a pászor vagy a kalibázó nem tesz különbséget. Tehát mindenkinek megvannak a preferenciái, tehát mindenkinek megvannak a szubjektív szépségideájai. Tehát vannak olyanok, akik például mondjuk fehér falkát tartanak. Mert valamiért azt tartják jónak a nyáj mellé, nekik azt tetszik, az apja, nagyapja ilyeneket tart, tehát van valami kötődése hozzá. De igazából nyilván a funkció szempontjából nincsen jelentősége annak, hogy hogy milyen színű ez a kutya. Tehát az első néhány úton próbáltunk méréseket csinálni. Tehát, hogy egyszerűen megmértük a, a koponya körméretet, és általában 42, 42 és fél 43 cm volt. Egy idő után nem mértük már, mert, a, mert érdekes módon a két nagy arasza az embernek az így nagyjából lefette ezt a dolgot, és mérőszalag se kellett hozzá, Csak azt néztük, hogy ahogy összezárjuk az ujjainkat, mennyi, mennyivel nagyobb vagy kisebb megmértük, vittünk taposó mérleget, ráállítottuk a pásztort, fölé befogta a kutya, a kutyáját, megmérte, kivontuk a pásztortest súlyát, és akkor kiderült, hogy ilyen 30-35 kiló, most én hiába állok rá a mérlegre, kitér a hitéből, tehát hogy így ezért, ezért kellett. Majdnem mindegyik kutyához oda mentünk az elén, aztán leszoktunk erről, mert mondták, hogy ú, ha ez oda tud menni, akkor el is cserélem, mert hogy ezért ez nem mert akkor tolva is oda tud jönni. Tehát, hogy, hogy hogy csak hogy nem mellébeszélésképpen, de hogyha egy kutyalomba születik olyan kutya, amire azt mondhat, hogy olyan komondoros, meg olyan, amire azt mondod, hogy fú, ez egy olyan balán kutya, egy olyan fehér kutya, hogy ez egy őskuvasszerűség, meg, meg ilyen foltos, meg ö, ö, olyan, olyanok is születnek, hogy, hogy télire ö, ö, hosszú szört növezt, és nyárára levedli rövidre. Tehát úgy, mint a vadon élő állatok, tehát ez egy atavisztikus állomány, aminek rengeteg ilyen, érdeke, ilyen ér, számunkra is érdekes tulajdon, vadas tulajdonságai vannak. És, és gírbe-gúrba rahitiszes kutyákat is találtunk. Tehát az ember nem, nem egy ilyen vakistenítésről beszélünk, hogy a pásztorok mindent tudnak, hanem hogy ott, aki nem jó gazdálkodik, nem ügyes, annak a családja tönkre megy. Annak nem sik, akinek nincs szerencsé, ez tönkre megy. És ezek a kutyák hegyvidéki területeken, vagy hegyvidéki területekhez közel élnek. Ez egy baromi jó szőrzetük van, olyan, olyan öntisztuló bundája van, hogy, hogy én 13 él, évig éltem, ugye 13 évig éltem egy kalibakutyával, és amikor megfetrengedett egy ilyen olajos tócsába, három nap múlva nem látszott rajta semmi, mert a bundája saját magától így le, levezette ezt, lekopott róla. Tehát nem az van, hogy, hogy hat samponnal kellett mosogatni. A, azokat a a, ezek a környezeti hatások ez a hegyvidéki a, a magyar kuvaszokat, hogyha oda fölviszik jó bundát növeszt mint itt, tehát hogy igazániból azért nehéz el -e válaszolni erre a dologra mert elmondjuk, hogy igen, nagyon jó jól záró környezetki hatásoknak jó ellenálló bundája van de a bajuszosnak is, a meg a rövid is meg a hosszú is mindegyik megfelel a, a, jó takarmány hasznosító egy kultúrfaj, tehát hogyha oda rakunk melléjük, ez, ezek a kaliba kutyák ha, harmada élelmen el vannak és szaporodnak. Tehát ezeknek a, a kutyáknak olyan tulajdonságai erősek, amit nehéz tettenél. Nagyon figyelmesek, nagyon okosak, önállóan is el tudnak járni, falkában nagyon jól dolgoznak, állandóan éberen figyelik a, a környezetüket is, meg a gazdájukat is. De a gazdájuk igazándiból tettestárs. És a, és a, ezek a 30-35 kilós kutyák úgy rohannak fölfelé a hegyen, meg, meg, lefelé. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy vannak anatómiailag hibás egyedek közöttük, de mégis meg tudják tenni, mert, mert, mert napi szinten, hát emberben is van olyan, hogy sánta, is mégis fut a domboldalon. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon a, a a Peti mondta, hogy a fajta tiszta tenyésztés szemüvegét nehéz levetni. Hát arról van szó, hogy ugye itt nálunk van egy, egy szabályosnak gondolt, egy, egy, egy megfelelően szép szabályosnak gondolt kép a kutyára, hogy hogy álljon a lába. Itt rengeteg eltérés van, medve talpak, ilyen karmok, olyan, olyan terpeszek, de mindegyik funkcióban jobb. Az a Grúziában a, a, Grúziába, a, a 2014-es vérvizsgálatokból kiderült, hogy a helyi pásztorkutyáknak a 11%-ának, bocsánat, 9%-ának van farkas, őse négy generációra fölmenőleg, de a helyi farkasállománynak 11%-ának van kutya őse. Tehát, hogy e, mi, miről beszélek? Arról beszélek, hogy a, a jól működő pásztortársadalomnál a ragadozó és a, a kutya, fizikumot cserélhetnek egymással, de a kutya soha nincs olyan módon használva, mint hogy egy, fa, egy agadozó nő föl. Tehát ezek a kutyák infantilisan van infantilasabbak, mint egy farkas, de sokkal inkább önállóak, mint egy, mint egy családi kutya. Ezért én hiába Canis Familiaris, a latin neve a kutyának, tehát hogy családi kutyaféle, azt kell, hogy mondjam, hogy itt inkább az ember farkasa modell érvényesül, Tehát, hogy egy kifelé mutatott nagyon nagy agresszió, és visszafelé meg egy nagyon jó idegrendszer által, ko, ko, hogy mondjam, uralt kedvesség. Egy tíz éves, kilenc éves gyerek ott áll a kutya mellett, az engem meg akar ölni, így másfél méterre, három méterre fröcsög a nyál, ahogy a láncon így izé küzd, és, és, és kilátszik az összes foga, és, és, hörög, és ordít, és a kisgyerek, hogy nehogy azt higgye, hogy neki szól, a kutya a felvételen ilyen tized másodpercekre így vissza, visszafordul, és megnyalintja, vagy megnyüsszenti a gyereket, hogy nem, ne, hogy nem, vele van baj, hogy, hogy őt szereti. És ez a fajta idegrendszer az egyik legfontosabb tulajdonság a kalibakutyának, kutyának, hogy nagyon e, nyitott a jószágra, nagyon szereti a jószágot. E, hogy, e, hogy a jó pásztorkutya, hogyha árvállat kerül mellé, akkor ugyanúgy, mint a falkállatok többsége, vagy a farkas maga, Ávemhes lesz, és elindul a tejelválasztása. Hát ez mekkora dolog? Egy állatorvoshoz oda megyünk, és azt mondja, hogy az Ávemhesség betegség, és kezelni kell de a farkas falkába egy szaporodó párnak a kölykeit a többi szuka is próbálja szoptatni, és sokszor eredményesen teszik is. El lehet menni Veres Egyházára, meg lehet nézni, egy hektáron ott van 22 farkas, és a kotorékból kijövő kis kölyköt több szuka szoptatja. És itt ezt kell meglátni, hogy itt ősi ösztönrendszer van. Az, hogy milyen csomagolásban. Hát az, a, a, laikus azt mondja, hogy ezek úgy néznek ki, mint hogy a középázs, bocsánat, mint hogy a kaukázusi, hosszúszörű kaukázusinak, meg, meg moszkvai őrkutyának egy, egy, kisebb változata lenne. De mi, aki értünk hozzá valamennyire, mi tudjuk, hogy, hogy Európa szerte, ahol ez a pásztor nép réteg él, ott mindenhol ilyen hegy, hegyi kutyák vannak. Tehát, hogy ezek hegyi kutyák. Egyébként elárulom, hogy száz évvel ezelőtt a Bernát hegyiek is így néztek ki, nem úgy néztek ki, mint most 10%-uk nézett úgy ki. A Berni pásztorok sem mint volt trikolor, tri tri száz évvel ezelőtt a 10% volt trikolor, csak azért, hogy a svájci kutyák különlegesek legyenek, azt a 10%-ot tenyésztették. A magyar kuvasza ugyanez a helyzet. Közöve vonalzóva találták ki, hogy a régi állományokat a Balázsi Zoli bácsi mérnök emberként szögmérővel meg vonalzóval szerkesztette meg, hogy milyen ék alakú feje legyen a későbbiekben az 50 évek után a kuvasznak, és állami ukász volt, hogy ne lehessen pásztorkutya. Egyébként a mai megmaradt kuvaszállományt például a balán kaliba regenerálták. A mai mioritik fajta az a radauci ménes, magyar ménes vezetőinek a komondorainak és a kalibakutyák vagy a csobán ezt a kutyáknak a keverékéből jött létre. A délorosz pásztorkutya 80-90 százalékban komondor eredetű, csak különbségre tenyésztik. Inkább úgy mondom, hogy ahogy a középkorban agár volt, jó agár meg, tehát győzős meg, tehát az a, az a lényeg, hogyha beválik egy pásztornak, akkor ő boxert is belerak, de nem boxert rakott 250 évvel ezelőtt, hanem a boxer ősét, vagy, vagy nem is a mai boxer ősét, hanem a, a, hanem a lefogó... A Hát, vagy, vagy épp inkább a szerindeket, hogy nekünk... A, a, középkorban millió szám voltak jószágaink. Tehát most egy degenerált, csökkent állapotban élünk Magyarországon, jószágtartást tekintve. Nem tudjuk, hogy milyen gazdag kutyatípus gazdagságunk volt, és hogy azokat nem, nem konkrétan kihaltak, hanem beépültek más fajtákba és mi dicsérjük azokat a külhoni fajtákat, külföldi fajtákat, amiknek az ősei tőlünk származnak a nagy országhajtások idejéről. És mi e, e, a bukovinai székelyeknek a kutyáját most román fajtaként ismerik el, és a románok belekevertek direkt nagytestű kutyákat, hogy, hogy a, a bukovinai kutyák 10%-a nagy volt, de a többsége akkor volt, mint egy kalibakutya. Én voltam ott, megnéztem, és e, ilyen ketrecekbe a, a, házak előtt fölállított ilyen állami e, adománykutyákat kiraknak, és azok kennelfélénken ott vannak, de hogy lássa mindig, hogy mekkora. Tehát, hogy a fajtásításnak a vadhajtásét, ha levágjuk, és megnézzük, hogy a, a működő részük milyen, e, akkor a bukovinaiak között is lehet jó. Csak mondjuk az oroszágára a keverése miatt pontjátulak is vannak közte a de hogyha ha a haplotip, genomikai elemzést végzünk, és az egész haplotípust nézzük, akkor kiderül, hogy, hogy, ez a sok különböző állomány, ez a sok különböző fajtának kinéző típus a kalibakutyák között, ez, ez, ugyanúgy néz ki mondjuk a, a kelemenhavasokba, havasokba, vagy a hargitán, vagy a gyimesekbe, vagy, vagy, vagy Bulgáriába, vagy, vagy, vagy Szerbiába, vagy máshol. Ugyanolyan típusokat dob ki, csak a nemzeti fajtásítás ezeket így különbségre tenyészti. Na, visszatérve, nagyon okos, nagy nagyon intelligenciát sugárzó sze szemük van, nagyon, nagyon jó szőrzetük. A, 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 a stop az van, amelyiknél ilyen farkasosan kevés, jang, van, amelyiknek erőteljesebb. Tehát, hogyha ilyen részleteket kezdünk el mondani, akkor az őszbenyomástól el, eltérünk. Tehát, hogy, hogy inkább azt mondom, hogy ezek ilyen természetes állományok, mint hogy milyen fajtájúak. Tehát ugye próbáljuk ezt elhállítani, hogy így fajtába konvertáljuk a dolgot. Ezek a középkori utazók ezekre a kutyákra mondták, hogy kuvasz. A régi kuvasz Leírások ott van hogy sárga foltos, fekete férkó foltos, ordas, és így tovább. Igen, mert régen ezt hívták kuvasznak, és nem azt, amit most hívunk kuvasznak. És, és, és igazándiból ezért görcsölnek a kuvaszosok, hogy jaj, jaj, hova lett az a, az a foltosság, az, az, biztos keverék volt. Tehát erről a kuvasz szó maga is azt jelenti, hogy keverék. Az egyik, csak most korsnak mondják, mert az irodalmárok vették föl, de akkor még nem voltak fajták, amikor ezt a szót keveréknek használták, akkor munkatípus keverék volt. Tehát, hogy egy pásztorkutyát egy agárral keverünk, na az kuvasz. Ha egy terelőkutyát egy őrzőkutyával keverünk, na az kuvasz most is, hogy elmegyünk a pásztorokhoz, és megkérdezzük, hogy van-e kuvasz, előhoz egy fekete kutyát, és mondja, hogy az a fekete múdi a, a, az anyja, és az a, az a, fehér kuvasz az apja. És kuvasznak hívja azért, mert az ő számukra a kuvasz szó egy ilyen munkatípus keveréket jelent. És én azért hoztam először Kaliba kutyát Magyarországra, mert, mert kíváncsi voltam, hogy tud beilleszkedni a városi életbe. Bármit meg lehetett lehet vele csinálni. Tehát bevittem egy iskolába, azt mondtam, ugorjon fel az asztal, felugrott, simogatták, betörőt fogott, három betörőt fogott 13 év alatt. Tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ő, én egy ideig őrzésből éltem, és akkor őrkutyaként használtam, és a. a volt rendőrök voltak a főnökem, és, és meg akartak látni, és sose tudtak, mert a kutya mindig ott volt. Tehát most igazániból ezt a fajta állandó éberséget, ezt a munkakedvet, ezt a tüzességet, ezt nem lehet beletenni, ebből csak le, lefaragni lehet. És, és általában, hogyha valaki ilyen archaikus kutyákkal foglalkozik, ez a tűz, ez a, 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 ez a munkakedv, arra a, a munkára szóló munkakedv, ez árul el mindent. De nyilván nem tudnak ilyen ázsia bajnokokkal szembe. Szállni. Tehát, hogy a, a, aki nem becsüli ezeket a kutyákat, amik évezredek óta beválnak, az azért nem becsüli, mert visz olyan kutyákat, amik harcban legyőzik. De amúgy azt sok, sok ezer kilométerről kell odavinni azokat a kutyákat, amik harcban legyőzik. Tehát, hogy ott, azon a vidéken, annak a kihívásnak megfelelnek. Farkasok medvéknél agyoncsapnak, csapnak, megesznek néhányat, de működnek. Tehát úgy kell tekinteni erre a, a kalibakutya állományra, mint egyfajta ősleves, mint egy ilyen olvasztott ége. E, és, és ugye emiatt van az, hogy rengeteg fenotípus van az állományon belül. Tehát nagyon sok ilyen atavisztikus jegy van, ami, ami folyamatosan előjön az állományon belül. Tehát akár, tehát vannak olyan fotóink, hogy tudunk mutatni olyat, amelyik simán elmenne mondjuk egy karabasnak, vagy egy, egy mongol négyszemű pásztorkutyának, egy, egy, egy kuvasznak, egy, egy, egy megnyírt komondornak, tehát hogy rengeteg féle típus van, ez, ez, valójában tényleg egy ősleves, amiből aztán a fajtásítás során kiemelnek, vagy kiemeltek különböző fenotípusokat, Ugye a, 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 román kinológia is gyakorlatilag ezt csinálta a négy román pásztor kutyával. Tehát ezek nem voltak mások, mint, mint fenotípusok. Tehát úgy, úgy, úgy is említette, hogy olyan is előfordulhat, hogy akár egy almon belül az összes ilyen ma regisztrált pásztorkutya fajta, vagy pásztorkutya típus megjelenik. Tehát akár a, akár a bajszos, akár a, a, négyszemű, akár a fehér most ugye már van a fekete, a korb, ami, ami szintén csak egy, 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 színváltozat, de leginkább mondjuk a Kovászna és a Brassó vidékén volt az egy jellegzetes színvariáció. Egy óriási populációt, ez egy óriási egyet számmal rendelkező kutya típus, ez a kaliba kutya, vagy a csobán kutya, tehát óriási a merítés. Tehát mi mondjuk szerintem több ezer kutyát fényképeztünk. És ugye szerintem messze nem láttuk az összes kutyát gyümölcsbe, hanem annak csak egy kicsi töredékét. Jó, hogy óriási a fluktuáció. Tehát amit ma ledokumentálunk, az már lehet, hogy két, két hét múlva, vagy egy hónap múlva azok a kutya már nem él. Tehát próbáltunk egy adatbázist is összerakni, akár olyan kanokról, vagy olyan szukákról, vagy a, vagy a, vagy a, a kölykökről, hogy, hogy legyen valami rátekintésünk erre a dologra, de az a helyzet, hogyha két hónap múlva kimegy az ember, vagy három hónap, vagy is fél év múlva, már nem ugyanazt látja. Tehát óriási a fluktuáció státusz nélküli ez a, ez a, ez a kutyatípus. Tehát nincsen státusza, tehát sehova nincsen besorolva, és sehova nem is akarták besorolni. Tehát nem mondhatjuk egy küllem kutyának, nem, nem mondhatjuk egy fajta módon az SC szabályrendszere szerint tenyésztett kutyafajtának, nem mondhatjuk haszonálatnak, mert ugye a kategóriába kategóriában ma Magyarországon nem fér bele a használati munkakutya, de akkor minek nevezzük, ugye? Akkor micsoda, egy, 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 eszköz a pásztornak? Tehát, hogy nincsen rendezve a státusza, szerintem ez egy óriási adósága egyébként a, a, a vagy hiányossága a, a, a magyar kinológiának, de akár azt az is megmerem kockázni, hogy nem csak a magyar, hanem a nemzetközi kinológiának is. Tehát, hogy nincsen rendezve a státusza. Etológiai kutatásokat nem végeznek ezekkel a kutyákkal kapcsolatban. Tehát azt látjuk, hogy igazából a kutyasság nincsen Dokumentálva nincsen nincsen kutatva. Most azon kívül, hogy külön kutyázás folyik, és arról beszélünk, hogy milyen szögelés, meg milyen fültartás, meg egyebek, igazából nem tudunk semmit a kutyáról. És, és a, leg, a, leg, a leges legjobb terepelre egyébként még mindig, és számunkra közel van, az még mindig a még mindig Erdés Székelyföld, ahol ezt még a mai viszonyok között is lehet kutatni. És hogy a még nagyobbik baj, hogy ezek a természetes rendszerek, ezek olyan gyorsan sérülnek, olyan gyorsan pusztulnak, hogy, hogy lehet, hogy hamarabb ki fog, ki fog veszni ez az ismeret, ez a tárház, mint ahogy egyáltalán megtudnánk, hogy mit veszítünk. Mondok egy példát. A középkorban ezekben a Peszér falvakban, ezekben a, az Agarász, meg Kopász, meg egyéb településeken voltak mesterek, akiknek tankönyveik voltak, ilyen kódexeik voltak, amivel oktatták, hogy hogy, 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 kell, hogy lehet ezt csinálni. Nyom nélkül tűntek el. Nem tudják elképzelni ma az emberek, hogy mondjuk ezer solymász mit csinál hogy, hogy egyetem fizikailag, logisztikailag hogy oldják meg az életük szervezését. túl dolgok voltak, és a, ezek a hajtsárkutyák, hajtókutyák, a lefogó védőszelindekek, a, a pásztorkutyák, az őrkutyák, ezek egy olyan gazdag állomány volt, a, a kutyák felhasználásának olyan sokrétű sok módja volt, ami ezt képest, ez, hogy milyen fajta meg, hogy hogy néz ki, ez egy szánalmas dolog, de érthető módon izgalmas, mert aki ebben a világban él, hogy, hogy milyen díjat nyer a kutyája, hát hadd had már neki, hadd De mi arról beszélünk, hogy mi vészel az érdektelenség miatt. Persze a ragadozóval is. Tehát most ez a sláger, hogy, hogy itthon is vannak megint nagy ragadozók. Persze, ez a, a pásztorkutya viselkedés terének az egyik szegmense, hogy kifelé ember és ragadozó, felé, tehát tolvaj és ragadozó felé, hogyan mutat agressziót. Van egy csomó kalibakutya, ami egyáltalán nem emberes. De egy falkába tartva nem baj, hogy ő nem emberes, majd a másik megvéd az embertől. Sok esetben bazi nagy kutyák azért vannak, mert az ijesztél az embert. De nem az végzi a nyájnál a lényegi munkát, az csak az ember miatt van, mert arra felé sokat tolvaj már nem, hogy a gyimesekbe, hanem bárhol, Törökországban is így van, hogy a, a nagy emberes kutyák vannak a szamárhoz kötve, mert az tényleg neki megy, valakinek az fölborítja. De a többsége a török pásztorkutyáknak nem emberes. Persze, védik a területet, védik a jószágot, de hát egymás mellett ott, ott is pásztorfalvak vannak, sose volt kommunizmus, tehát nem, nem kellett, a, a, nem volt szégyen a pásztorkodás, meg nem volt kulák dolog. Két teljesen független pályán megy ez a, ez a küldemi, bírálatos fajta tenyésztés, meg a, a munkavonal. És a, a munkavonal alatt itt most azt kell megérteni, hogy ez egy olyan gazdag, kincses tár, hogyha leülne az ember, és egy ilyen falkának az egyedét elkezdeni nézni, akkor feltűnne adott esetben, hogy amúgy egységesen dolgoznak, de az egyik az valamit nézi, például az eget. Vannak olyan kutyák a Kárpátokban, amik nézik az eget. És mit, mire lehet ez? Jó? Hogyha jön a ragadozó madár, és a csirkét le akarja vágni, akkor ez a kutya tud jelezni. Be, befutnak a borító alá, ilyen kosarakat használnak, ilyen borítókat, ami alá befutnak a, 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 a tyúkok, azott esetben még e, ugatva meg harabdával is akarja kergetni a ragadozó madarat, esetben a róka vagy a borz ellen meg tudja védeni. A farkas meg a medve ellen nem tudja, de hát e, már az is valami, hogyha az összes többi ellen megvédi. És az a kutya amelyik az index tulajdonképpen a, a szénás szekér előtt meg mögött, vagy amikor vontatják ezeket a óriási kitermelt farönköket. Fa és, és nem a, a vörös rongy, bocsánat, nem az mutogatja a kocsisnak, hogy, hogy, hogy jön, a, jön a szekér, mert az hátul van. A kutya megy előre a kanyarba, és ott mindenki tudja, hogy ezek a kis palikutyák, ilyen kis piszlikutyák, ezek azért vannak, mert hogy, hogy majd jön mindjárt egy szekér, ami nehezen húzza fölfelé a, a ló, mert hogy, hogy, a kocsinak kell félreállni. Tehát, hogy ez az életforma az, ami annyira gazdag, most csak nagyon béna részleteket mondtam el belőle, de ebben minden van. Itt egy, egy olyan értéktárról beszélünk, amit, és ezt mi szeretnénk ebben foglalkozni, amit munkacsoportnak kutatnia kellene, Mindenfajta adatokat, ez fehér volt, minden adat izgalmas ebbe, és ezzel szeretnénk foglalkozni. Nyilván jó lenne erre támogatottságot. Csináltunk egy egyesületet, a magyar állam sose támogatta. Sőt, mi dolgoztunk ingyen az állami résztvevők helyett, és a, a mi tart, amikor nemzeti kutyafajták, gémmegőrző munkacsoportja alakult a Gödölőn, akkor a Gödölő Egyetemen engem hívtak előadást tartani, és nem őket. Nem csak egyfajta pásztorkodáson, mert a hortobágyi is egy külön típus, a bakonyi is, a transzhumáló is, hogy ez, ez óriási értéktárunk, és hogy a kutyáktól tudunk a legtöbbet tanulni. Mindenki ilyen városi mentalitást erőltet, erőltetett rá ezekre az archaikus formákra, ahelyett, hogy elmenne megnézni, még el lehet menni. És nagyon, nagyon érdekes, hogy, a, hogy, hogy ha, ha ezeket a kutyákat, különbíró szemmel is megnézik, akkor sok meglepetést támad. De a kutya az egy olyan ősleves, amiben visszatanulhatjuk, hogy milyen volt régen, meg milyen ma. És elmehet mindenki a saját anyanyelvén megkérdezheti a pásztorokat. És most ne te is ugye velünk forgatod ezt, és nem a kalibázó pásztorokkal. Tehát, hogy ilyen, ilyen a sajátossága a mai világnak, hogy közvetítőket keres, hogy megértesse a dolgokat, és nem pedig az ős forráshoz mennek. Mi ugye ezt nem szerettük, és eljárunk terepre. És mind a ketten elmondhatjuk, hogy viszonylag kevés embert kellett a szakma közül félrelökni terepen, hogy jobban lássunk. Mert nem mennek, tehát hogy konkrétan még majdnem, hogy nekünk támadnak, hogy miért kell terepre menni. Szó szerint volt ilyen történet, hogy, hogy, hogy magyarázzuk már, hogy mi, mi, értelme van egyáltalán terepre menni. Hát a terep az nem azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a focipályán bukfencezek, hanem hogy megnézem, hogy a pásztor milyen vezényszavakat ad a kutyának, hogy, hogy, hogy mire tanítja, hogy milyen élethelyzetekben, hogy, hogy kell is. Megkérdeztük, hogy mit csinál, hogyha megharapja valamelyik jószágot, a kiskölyök, hogy szoktatja hozzá. És mondja, hogy hát együtt élnek, együtt alszanak, velük szociál, tehát nem azt mondta, hogy szociálnak, hanem, hogy velük együtt vannak. És hogyha rámorog akár csak a kis állatra, akkor adok neki egy pofot, és hogyha még egyszer meg akkor még egy pofot, de a harmadikat már nem adok, meg enni se. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan fajta szelekció van, ami, ami, amit azért nem értenek az állatvédők, vagy a, vagy a, a fajta mentők, vagy, a, vagy a, 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 városi emberek, mert azt hiszik, hogy ez állandó kegyetlenség. De ha nem hagyjuk a hibát elbúrjánzani, akkor nem kell szelektálni. Hát 5-10 évvel ezelőtt, inkább 5 évvel ezelőtt még egy ilyen illúzió számba ment volna az a dolog, hogy, hogy megjelennek a nagyragadozók ugye Magyarország területén északon, és ezek komoly gondot okoznak a gazdálkodóknak. Ugye sokan föltették a kérdést, vagy a kérdést, hogy jó, jó, funkcionális pásztorkutya, meg funkcionális kutya, meg munkatípus, de ennek milyen létjogosultsága létjogos van ma Magyarországon? Ezt mondjuk még öt évvel ezelőtt ezt a kérdést fel tenni, de mondjuk az elmúlt két-három évben látjuk azt, hogy ez a, ez a probléma ez erősödött, Ugye az északi középességben folyamatosan kapjuk a híreket, hogy, hogy farkas támadás, medve támadás, stb. Most már viszont ezt a saját bőrükön érzik az emberek. És igazából senki nem készítette föl őket arra, hogy egy ilyen szituációban mit kell tenni. Tehát nincsen erre ö, 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 semmiféle ö, iránymutatás, hogy ilyen esetben hogy kell eljárni. Ugye vannak különböző kutyakihelyezési programok hogy külemében pászorkutya jellegű kutyákat helyezünk ki kölyökkorban ezekre a területekre, ami egyrésztről ugye honnan is tanulná meg az, hogy hogy kell működni, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy kell a, a ragadozók ellen működni. Másrészt ugye a, a, a nem falkába gondolkodnak, hanem egyes egyedekbe gondolkodnak. Nagyon jó példa ugye erre a... a gyimesi kalibakutya, vagy a, vagy a székelyföldi kalibakutya állomány, vagy csobánkutya állomány, amelyek a mai napig ugye az eredeti tevékenységüket az eredeti feladatokat tűzik. Tehát most nem lenne egy akkora dolog igazából ezekből a kutyákba behozni, és ha nem is egyes egyedeket, hanem akár komplet falkákat is behozni amik tudnak működni, és majd betanítják az utánuk jövő generációkat. Tehát, hogy van igazából erre megoldás, meg lenne erre megoldás, de mindenki masszatol a témában. Tehát senki nincs az, aki ezt föl akarja vállalni, és, és, bele akar állni ebbe a dologba. Viszont a probléma az meg eszkalálódott, tehát folyamatosan jelen vannak ezek a ragadozók egyre nagyobb számban. És akik ott gazdálkodnak, azok gyakorlatilag nyilván féltik az állományukat, mert ebbe óriási energiát, pénzt beleölnek, és nem szeretnék, hogyha az valami ragadozó martalékává válna. De most erre nincsenek igazából megoldások, beszélgetések vannak, kurzusok vannak, de nincsen igazából kézenfogható megoldás erre vonatkozólag. És nekünk itt van egy tervünk ezzel kapcsolatban, a a kapcsolatban, hogy egy exitú állományt szeretnénk itt Magyarországon létrehozni, ami folyamatosan folyamatos visszacsatolásban lenne az eredeti élőhelyén található működő pászorkutyákkal. Tehát nem az van, hogy elhozunk egy, egy állományt, és akkor majd itt szépen degenerálódik, és majd lesz, ami lesz, hanem egy folyamatos visszacsatolással működne az egész rendszer. De azt gondolom, hogy ez a probléma, ez viszont most már nem egy illúzió, ez már egy olyan valós probléma, amivel viszont kezdeni kell valamit. Sőt, nem csak Észak-Magyarországon, mert, mert, mert délebre viszont az aranysakál, amivel kapcsolatban annyira durva a helyzet, hogy vannak olyan aranysakálok, amik már nem 15 kilósak, hanem miután szaporodtak kutyákkal 20 fölött. Igen. Mint egy kisebb török farka? Ha úgy tekintjük az országot, mint a hazánkat, mint az életteret, amire vigyáznunk is kell, meg, meg egészségesnek, vagy egészségesebbnek szeretnénk látni, akkor abban kellenek a ragadozók is. Kellenek a nagy ragadozók is. A probléma az, hogy a vadásztársaságoknak a, a, a gazdálkodása az egy helyen akarja tartani a, a, a trófea biztosító állományt, vagy az állattenyésztő felkészületlenül akarja, kutyák nélkül, felkészületlenül, meg megfelelő pásztor nélkül felkészületlenül akarja tartani a tájgazdálkodásban az, a jószág állományát. Tehát e, mi nagyon sokáig ragadozók hiány, e, elkövethettük ezeket a hibákat. Erdély, nem Amerika, tehát hogy ott is, ott is e, óriási problémák vannak, és mindig a ragadozók megtartó, tehát, hogy mondjam, prédaállatai, ha túl vannak írtva, vagy, vagy nincsenek jól kezelve, akkor a ragadozó, egy ilyen mozgékony ragadozó, mint a medve vagy a farkas, száz meg ezer kilométerekre elvándorol. Tehát, hogy itt most nem, nem csak magyar probléma, ez egy nemzetközi probléma, ami, ami, ami a helytelen, tájgazdálkodás és vadgazdálkodás miatt lép föl, és a kutyák lehetnének azok a az indikátorok és azok a katalizátorok, amik megmenthetnék ezt a helyzetet, amik ezt a, ezt a hozzáfűződő tudást hozhatják. Például Brassó környékén a kukázó medvéket két-három kutya megforgatva el tudja távolítani, pedig azok már rossz szokást vettek föl néhány, nyilván, hogyha vérmedve, meg, meg, meg nagyon éhes, tehát lehet ilyen túlzásokba esni, de mindig van egy ilyen peremvidék vagy egy, egy, egy élhető gazdálkodási mód, amiből itt már kifordultunk, és megy a hazudozás mindenkinek a saját elvei, szígyuk a ragadozót, de közben az van, hogy a kutya és a ragadozó a, a az ember farkasa, tehát a kutya, és a természet farkasa, ami a kutyával kölcsönhatásban, meg az emberek kölcsönhatásban lett az, ami, azok mindig is egy, 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 egy perenvidéken egy, egy, együtt meg tudtak élni. És ez a tudás, ez megvan még az Erdélyben, megvan a gyimesekben, nem az a kérdés, hogy a kutya le tudja-e a farkast, vagy a farkas mindig megeszi a kutyát, hanem hogy fölvállaljuk-e azt, amit az Árpád is mondtak, hogy a peremvidéknek sajátos gazdálkodása, államilag támogatott, államilag adókedvezménnyel ellátott gazdálkodása lehessen, méghozzá kutyákkal, mert ahogy ez az Árpádházi idejében volt, ugyanaz áll megint föl, hogy a természet gyógyulni akar, rendet akar tartani, akarnak bejönni a ragadozók, és nincsen, nincsen fölfeste olyan, olyan határterület.